A királyné ott ült, csillogó ében fakeretes ablakában, s öltögetés közben kikinézett a hóesésbe. A Hófehérke című Grimm meséből olvas fel ez a Bonyhádi általános iskolás lány. Ezt a mesét a Meseláda projektben értelmezte újra 12 bonyhádi tanuló a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A tanulók a Hófehérke mellett a Kiskakas gyémántfélkrajcárja és a Nyakrigláb csupaháj Málészáj című meséket dolgozhatták fel. A Hófehérke mesét adtuk elő, és nekem nagyon tetszett, mert be kellett öltözni, és kaptunk szöveget, és mint egy filmforgatáson felvették kamerákkal, és nagyon tetszett, meg kellett tanulni a szöveget kívülről. A programban olyan diákok vehettek részt, akik irodalomból és informatikából egyaránt tehetségesek. A tanulók a meséket digitális technikákkal rögzíthették, a szereplők is ők voltak, valamint egy budapesti kiránduláson is részt vehettek, ahol megismerték a Korda Filmpark környezetét és az ott található eszközöket, filmforgatási módokat. Ez a pályázat a Nemzeti Tehetségpont pályázata, és igazából 12 tehetséges gyermeket kellett kiválasztani, akik a szövegértésből, illetve az informatikából kiemelkedő tehetségek, és az ő segítségével dolgoztuk fel ezt a három mesét, amit már a gyerkőcök is elmeséltek, illetve lehetőségünk volt még egy kétnapos budapesti kirándulásra. A Nemzeti Tehetségprogram célja a hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő tehetségprogramok megvalósításának támogatása. A magyar kormány 159 millió forintot biztosít erre a célra.